Az alapszakasz utolsó meccsén az élmezőnybe tartozó Zalaegerszeg otthonában lépett pályára a Marsó Nyíregyháza. Az első negyedet a vendégek nyerték 3 ponttal, a második 10 perc 11 ponttal a hazaiaké lett. A nagyszünet után az Zete kezdett jobban, majd a nyíregyháziak percei következtek, 49-49-nél egyenlőt mutatott az eredményjelző. A folytatásban felpörögtek a hazaiak, folyamatosan nőtt a két csapat közötti különbség, és az Egerszeg végül 24 pontos győzelmet aratva érvényesítette a papírformát. Az eredmény sokkal nagyobb különbséget mutat, mint ami szerintem volt a két csapat között. Addig fegyelmezettek voltunk a védekezésben, illetve nagyon nehéz megállni azt, hogyha valaki közvetlenül melletted törne be, akkor sem segíts oda, hogyha ezt a védekezést nem engedni. Addig meg tudtuk tartani őket, ugye a zónavédekezésünk ellen nem nagyon tudták az ellenszert megtalálni. Aztán kockáztattak a Govens 7-8 méterről 2-3-ast fölemelt, és mind a kettő beesett. Így fel kellett, hogy adjuk azt a védekezésünket. Onnantól kezdve pedig az Zalaegerszeg tudta azt a játékát játszani, amit egyébként is szokott. Betörések megbontják a védelmet, és ilyenkor jönnek valahonnan a segítések. A forduló további eredményei a következők: Körben Szombathely 164, Jászberény Pécs 87-91, Kaposvár Sopron 112-93, Kecskemét Szolnok 78-86, MAFC Atomerőműese 70-77 és Szeged Albafehérvár 87-99. Az alapszakaszt a Szolnok nyerte 20 győzelemmel és 6 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Atomerőműesét. A Marsó Nyíregyháza 5 győzelemmel és 21 vereséggel a 13. helyen végzett. A Kékcápák a folytatásban a Jászberénnyel, a Szegeddel és a MAFC-szal játszanak egy oda-vissza meccset. Most kezdődik egy új időszámítás, természetesen mindenki ebben bízik, gondolom, akik itt az alsó körbe kerültek, hiszen jön 6 mérkőzés, és szeretnénk elkerülni ezt az utolsó előtti helyet, ami nagyon nehéz lesz, hiszen 3 győzelemmel állnak előttünk a csapatok. Nagyon extra teljesítményt kell nyújtani ahhoz, hogy esetleg ez sikerülhessen. A nyíregyházi gárda a középszakasz első meccsén szombaton Budapesten a MAFC otthonában lép pályára.